Tisztelettel köszöntöm az Újpesti Televízió kedves nézőit. Ez az Újpesti Sport. Vendégem Varga Ádám, az UTE birkózója, akivel telefonos kapcsolatot létesítettünk, mert hiszen Ádám edzőtáborban van, Tatán készül a hétvégi világkupa versenyre, ami kvótaszerző verseny, tehát ha valaki jól szerepel, akár már a tokiai repülőjegyet is megválthatta magának. Halló Ádám, szia, itt vagy velünk? Ja, itt vagyok. Jó reggelt, köszönöm szépen, hogy itt edzés előtt egy kicsit a rendelkezésünkre állsz, de minket nagyon érdekel az, hogy készül egy nagy darab ember, aki 91 néhány kiló volt, és most a kémeim azt jelentették, hogy hát egy súlycsoporttal feljebb a nagy-nagy medvék ellen fogsz a szőnyegre lépni. Hát igen, a információid pontosak, tehát súlycsoportot váltottam tavaly év elején. Ez egy közös döntés volt a szakvezetéssel. Hát igazából nagy különbség nincsen amikor 97 kilóra fogyasztottam, meg a 130 kilóban való felkészülés között. Hát talán annyi, hogy így az utolsó héten nem a fogyasztással kell foglalkoznom, hanem gyakorlatilag ugyanolyan, mint bármelyik másik nap, vagy Tehát azt jelenti, Ádám, hogy most a mérleggel nem kell birkóznod. Hogy ilyen igen, szerencsére ez most így van, elég nagy könnyebbség is nekem, úgyhogy bár az elején voltak ugye fenntartásai, hogy ez mennyire lesz egyszerű, vagy hogy tudok itt is eredményes lenni, de úgy érzem, hogy ez nagyban megkönnyíti a helyzetemet, hogy nem kell fogyni így 25 év után végre. Igen. Te mit akarok kérdezni? Azt mondod, hogy 130 kg ez a felső súlyhatár, ugye nem lehet valaki 150 kg? Nem. Tehát a 130, te mennyi vagy most? Én most olyan 120-121 körül. 120-121, hát a filigrán vagy akkor a legnehezebbekhez képest. Ez talán még előnyt is jelent, bár nem tudom, hogy ez izomba vagy, elnézést kérek, hogy azt mondom, hogy hájba jelentkezik ez a különbség. Hát szeretném azt hinni, hogy többnyire izomba, meg azért ugye azért különböző tesztekre, meg mérésekre azért járunk, úgyhogy ott is azért a számok azt mutatják, hogy azért jó úton járok, és ez nem plusz 20 kiló zsír, ami rám ugrott szerencsére. Hát nyilván a gyorsaság az egy előnyöm, de hát még ott a tavaly évvel én még ott gondolkoztunk, hogy most hány kilónak kéne lennem, vagy hogy igen, most 114, 115, vagy 120, 125 körül, de úgy érzem, ez a 120, 122, ez az ideális. Ez az ideális. Ha már sokkal kevesebb lennék, akkor már inkább elnyomnának, tehát a gyorsasággal nem tudnám azt ellensúlyozni. Így van, a gyorsaság biztos nagyon-nagyon sokat segít, hiszen azt láttuk, hogy a kisebb súlycsoportokban a filigrán birkózók azért hihetetlen, mint a gyíkok olyan gyorsak. Lehet, hogy te is például a dinoszauruszok között egy gyík leszel, és mindenkit meg tudsz lepni a gyorsaságoddal. Bízunk hát, benne. Hozzáképest biztos olyan leszek, mint egy fürge gyík, csak hát az a baj, hogy 6 percen keresztül kell őket tartanom. Azért egy bizonyos kilogramot az el kell érnem, tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy azért kell a tömeg is. Már csak a ránézésre, amikor ők rám néznek, azért ne azt lássák, hogy egy 105 kilós palival kell birkózni. Akkor ha eljutottunk ideig, hogy az ellenfelek rád néznek, mondj valamit erről a világkupáról, milyen esélyek vannak, hova kell eljutni, mi az az a szint, mi az az eredmény, amire azt mondják, hogy tessék parancsolni, lehet menni a jegyirodába és átvenni a tokiói repülőjegyet? Hát ez egy európai kvalifikáció, ugye már a VB-n már kiosztottak 6 helyet, meg tavaly még a járvány első hulláma előtt egy nappal vagy kettővel lement a amerikai földrész kvalifikáció is, tehát 8 hely már ki van osztva a 16-ból, itt döntőbe kell jutni, minden súlycsoportban a döntős kap kvótát, de hát úgy vagyok, hogyha már 5 évvel ezelőtt sikerült, akkor miért ne sikerülhetne még egyszer. Így van, pontosan, és akinek már van kvótája, ahogy mondtad, kiosztották ezt a kvótát, teszem azt, európaiak is kaptak már, ők már nem indulhatnak ezen a versenyen, nem. Ugye? Abból az
Magyarországból, ahol már van kvóta, onnan már nem. Nagyon jó. Sorsolás ugye ilyenkor még nincsen, de csak az első legyél túl? Úgy gondolod, az első ellenfelem, vagy hogy készülsz? Hát igen, az nyilván nagyon fontos lenne, hogy az első ellenfélen túljussak, és akkor nyilván én is látom, hogy aznap milyen a forma, illetve meg is nyugszom, hogyha sikerrel abszolválom. Igazából három mérkőzés, ugye a nevezéseket nézve, a 16-os létszám lesz. Ez azt jelenti, hogy három mérkőzést kell nyerni a döntőig. Én így készülök. Természetes, hogy így készülsz. Tehát akkor a nevezések alapján ismerheted az ellenfeleket. Kit szeretnél elkerülni? Kivel szeretnél csak a döntőbe találkozni? Hát, hogyha most előre rajzolhatnék egy ilyen ágat magamnak, akkor lehetőleg az orosszal szeretnék csak a döntőben találkozni. Az összes többi az kevésbé tűnik kemény ellenfélnek. Beszéljünk egy picit még az edzőtáborról. Tatán vagytok már mióta is? Hát ez most már az ötödik hetünk. Egykori sportolóként azt mondom, hogy ez nem egy habos sütemény Tatán eltölteni ilyen hosszú időt. Mennyit tréningeztek? Illetve azt kérdezem, hogy biztos, hogy rengeteget tréningeztetek. Itt az utolsó héten milyen programotok van? Hát, nyilván még az első hetekben elég komoly edzésterhelést kaptunk, meg tudni kell, hogy rengeteg külföldi itt van, ugye itt lesz Budapesten a verseny, és akkor Tata az nincs is messze, ez nekik főleg itt a járvány alatt könnyebben meg is oldják, hogy ide jönnek, és akkor itt maradnak egy-két-három, de van, aki itt van egész végig velünk, úgyhogy 150-200 birkózóval is tudtunk készülni. De hát itt az utolsó héten már igazából a napi, hát a vége felé már csak egy edzés, és inkább a finom hangolásról szól, nem a mennyiségről a munka. És nagyon fontos dolog még mellé a tesztelés, gondolom a verseny előtt teszt lesz, még koronavírus tesztetek. Persze, egy ilyen, hát úgynevezett buborék rendszerben lesz ez is, tehát megérkezünk, nem is otthon alszunk, hanem megérkezünk a szállodába, ott tesztelés, ott egy külön szobába kivárjuk az eredményt, lefüljük a szállást, és csak a edzéshelyszínre, meg a versenyhelyszínre lehet menni, de mi táborba is úgy jövünk, mert a külföldiek is úgy vehetnek részt, hogy minden hétfő reggel tesztelés van, és aki negatív, az vehet részt a táborban. Te negatív vagy, te túlestél már a vírusfertőzésen. Igen. Beszélgettünk itt egy pár perccel ezelőtt, hogy már tavaly túlestél ezen. Milyen volt? Vissza tudsz emlékezni? Te nagyon megfogott, vagy voltál vírusfertőzött csak? Hát én sajnos nem a tünetmentes kategóriába értem bele. Hát egy ilyen nagyon-nagyon erős megfázásnak mondom, ilyen izületfájdalommal, tehát igazából főleg az izületfájdalom volt, ami megterhelő volt, meg egy kicsit fáradékonyabb az ember, de ilyen extrém fáradékonyságot én nem éreztem, de hát mint amikor az ember beteg, azért ezt tudjuk jól, hogy a szervezet azért jelez, hogy ideje pihenni, úgyhogy hát én így éltem meg, nyilván nem volt egyszerű, de 2-3 nap volt igazán nehéz, de hát ugye a protokollokat be kell tartani, úgyhogy gyakorlatilag nekem egy hónap, meg ugye a többieknek is, akik velem együtt betegek voltak, teljesen kiesett a felkészülésből, az elég fájó volt. Itt a végén hagylak, mert tudom, hogy tréning lesz, egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, most hogy vagy? Ugye néhány nap múlva verseny van. Most hogy érzed magad? Hát én bízom benne, hogy ez a verseny is meg fog mutatkozni, amit érzek, de én úgy érzem, hogy remek állapotban vagyok, a munkát elvégeztem, már csak egy kis szerencse kell, mint mindenhez az életben, úgyhogy remélem, hogy szép hétvégém lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Kívánom, hogy jövő héten úgy tudjunk beszélgetni, ha lehet, nem a kamerák előtt, hanem csak telefonon, hogy gratulálni tudjak, hogy Varga Ádám az UTE színeiben Magyarországot képviselheti majd Tokióban. Vigyázzatok magatokra, sok sikert a hétvégére! Szia, Ádám! Köszönöm szépen! Szia!